Amen. Sziasztok, jó estét, jó reggelt, szép napot és boldog húsvétot kívánunk. Itt vagyunk a hétköznapikkal, ZD, Balázs és jó magam Marci, és most meg fogjuk beszélni a várva várt legendás állatok és megfigyelésük Dumbledore titkai újabb David Yates-es, Harry Potter-es epizódot. David Yates már 7 filmet rendezett, ez az utolsó, vagy lehet, hogy még folytatja, nem tudom, itt ugye jönnek a mindenféle pletykák, hogy akkor ez az utolsó része az egész állatos, fantasztikus bestiákból, vagy még lesz mondjuk 2 rész, mert ugye eleinte az volt, hogy 5 rész lesz ebből, ezekből a prequel epizódokból, de ugye a franchise, hát picit úgymondva haldoklik, de lehet, hogy ez a film most megment mindent, ki tudja. Mi megnéztük, és most erről fogunk beszélgetni, és aztán pedig együtt fogunk beszélgetni a kommentekben, de még nincs vége a videónak. Mit gondoltok, srácok, hogy tetszett nektek ez a film? Ebben nincs ott. Nem lehetetlen. Nem. Mi lehet még a maradék 2 részben? Nem. Ebben nincs ott. Ebben nincs ott. Nincs. De azért emeljünk ki pár pozitív dolgot is, mert ugye mindig azzal kezdünk, hogy mik a legjobb pillanatok a filmben. Mi tetszett a filmben? Megint az ilyen nagyon, nagyon cuki, ilyen kis spontán varázslatok, azok jók voltak. Nem tudom, ilyen úgy éreztem magam, hogy ilyen önmaga paródiája lett volna néhol. Tehát ilyen láttam ezt a... és ebből lett egy ilyen... Oh. Megmutattam a filmnek a vonalát, amit már mi megbeszéltünk. Így van egy filmvonala, ugye, és akkor itt épül le, megy. Na ez a film, ez így elkezdődik, és így, itt volt egy poén, igen. És így ennyi. Ez egy ilyen sík. Ebben nem történik semmi, Dumbledore titkai nekünk nem volt a titkok, ezeket szerintem, aki nagy Potter fan vagy, mondjuk olvasta, vagy aki helyett olvasták, mint mondjuk én, mert nem tudok olvasni, azok tudják ezeket a történeteket, meg ezeket a kis titkokat, és így nem tudom, hogy akkor mi volt itt a Dumbledore titka, hogy így most így Brokeback Mountain hoztunk, ezt is tudtuk, akkor tudtuk, hogy mi az meghalt a húga, és hogy valószínűleg ő okozta véletlenül, ezt is tudtuk. Mi volt itt a titok? Talán az, hogy volt ilyen durva karkötőjük, ami így... De azt is tudtuk. Vérszerződést kötöttek, ugye, és erről már volt szó amúgy. Most nem tudom, hogy a filmben vagy a könyvben volt a szó erről, de tudom, hogy volt erről már szó, és már ezt a kis medaliont is már láttuk valahol. Talán pozitívum az, hogy szerintem a Mads Mikkelsen az egy jó casting volt, köszönöm, majd a Johnny Depp helyett. Tehát, nem nekem kellett mondani, igen. Mert én már elég sokszor felszaptam Mads Mikkelsent amúgy. Ez a Mads Mikkelsen így a Gellértet sokkal jobban előadta nekem, mint a Johnny Depp, tehát sokkal jobb, hitelesebb volt. De lehet, hogy a marcon a feje miatt is. De amúgy igen, és még ugye a Jude Law, az mindig nagyon jó Dumbledore szerintem. Még mindig jól néz ki. De amúgy egyébként... Még nagyon jól néz ki. Én egy másik, most majdnem nevezett kritika szerint ezt láttam, a Jude Law az nagyon jó volt, meg Mikkelsen is, a többi meg ez a... Az a baj, hogy kiherélték ennek a franchise-nak a legeslegjobb és legeslegerősebb karakterét, a Muglit, ugye a Kowalskit. Ja. Ebben a részben konkrétan kiherélték. Az első kettőben én konkrétan csak, jó, az első, nem tudtam nyilván, az a Harry Potter univerzum vitt be, de hogy ő volt az, aki nekem nagyon tetszett, nagyon szimpi volt, hogy végre egy Mugli, ott van a varázslók között, megnézhetjük, hogyan viselkedik, mint egy átlagos ember, akkor a másodikban már ugye ott erősödik a jelleme, épül a karaktere, ő amúgy nem egy ilyen besztari csávon, amit tényleg beleáll, akár bunyózik, mint ahogy itt is láttuk, de itt még így teljesen így hátra küldték. És eddig ilyen tök jó fölépítették, mint ahogy a kredencet is, és így ledobták. Őt mondjuk nem ledobták, hanem csak lecsúsztatták egy csúszdán, de kb. Számomra ő volt az egyetlen egy értékelhető jó karakter ezekben a filmekben, aki tényleg így érdekes volt, mert ezt még nem láttuk Harry Potter 8 filmjében amúgy. De igen, ez mikor szerintem zseniális szerintem, nagyon jó választás, és ismételtem, azt megcsinálta azt, amit a Hannibal Lecternél, hogy nem lemásolta az elődjét, hanem valami új értelmet adott a szerepkörnek, a karakternek, és brutálisan szerintem tényleg jó hozta. Én többet szerettem volna belőle, mert a csávó egy pszichopata arca van amúgy nagyon, más nem is tudott nagyon mondani, miért volt jó. Ez annyira sík volt a sztori. Hát mi van a főszereplőkkel? Eddie Redmayne. Benéz, és akkor ez a varázslás, ez a... Igen, és a csaj,
fő karakter volt a szerelme, ugye? Igen. És akkor itt most így leintézték, hogy annyival, hogy nem ér rá. Ja, várjál, igen. Ő benne volt a másodikban? Igen. Igen, az elsőben. De hogy nem igen. Volt az, hogy már kihagyott egyet? Nem. Bám. És konkrétan őt is felépítették, és akkor így, jaj, nem ér rá. Nem ér rá arra, ami az első két részre szentelt az életet, hogy megállítsa a Grindelwaldot, meg úgy megmentse úgy a fucking varázsvilágot a megsemmisüléstől, meg attól, hogy háborúba kezdjen, mert hogy ő most, nem tudom, Auror parancsnok lett, és így... Fuck. És talán a végén meg ott így bejolózik. Igen. Szóval valószínűleg itt a színésznő nem ért rá, vagy nem akart ráérni, vagy nem fizettek neki annyit, de annyira ilyen kínos volt az, hogy nem volt ott, és mindig csak a fotója ott volt, mintha valamilyen régi emléket volna, hogy így, miközben még tudjuk, hogy él, meg minden, és annyira nem volt, így... mindent felépítettek, és mindent lelöktek. Valamit így a szakadékba, valamit a csúszdán. Na lehet, hogy ez az a, tényleg az az ilyen stúdiónak a gondolata, hogy itt akkor most elvágják, és nem az lesz, hogy mondjuk prequeleket csinálnak, hanem mondjuk folytatják a Potter franchise-t a jövőben. Itt nem szándékosan látjuk a lejtmenetet, hanem ez egy véletlen, egyszerűen nincs ebbe a részbe annyi erő, mint egy Harry Potterbe, és ugye folyamatosan hanyatlik a nézettség, a bevétel, a kritikáknak az írásai, az mind negatívba megy le, és inkább az a nagy probléma, hogy itt most kiesett a Johnny Depp, és hál' Istennek Mads Mikkelsennel megoldották, és tényleg jó választás volt. Ő vonzott be erre a filmre engem, szóval én amúgy megvártam volna az HBO Max-en 45 nappal később. A másik meg, hogy most ugye az Ezra Miller botrány, hogy az is ilyen elkattant idióta, igen. És most valószínűleg őt is ki kell írni ebből a franchise-ba, és akkor most már annyi mindenkit kiírunk, hogy már mindenki új lesz, de ugyanazok a karakterek. És most itt ez a kérdés áll fent, hogy így most kifizetik még azt a két részt, vagy nem fizetik-e ki azt a két részt. Elméletileg most ettől a franchise-től, ettől a résztől várják azt, hogy most valami megváltás lesz. Hmm. Hát megváltás lesz, csak szerintem, amit már mondtam kb. Fél perce, hogy szerintem ezt ilyen oda-vissza érzik a nézők is, meg a stúdió is, hogy nagyon akarták folytatni, de hogy ez nekem olyan, mint a... Hobbitból három rész, hogy volt egy trilógia, ami nagyon király lett, és ezt így Harry Pottert is. Én értem, hogy pénzt akarnak csinálni, de hogy ez nem a jó út. J.K. Rowling is már... Ez így nagyon nem szép, amit művelnek ezzel a világgal. De közben meg van ott még akkora source materiál. Lenne, csak elrontják. Mert például én megnézném, akkor nem is biztos, hogy filmben, hanem mondjuk sorozatban, ami a... Harry faterjával és a pitonékkal volt időszak, ja. Hogy amikor ők ott, meg a Pettigrew, meg a Lupin, szóval abból szerintem lehetne csinálni egy sorozatot, vagy mert ugye az a baj, hogy a fantasztikus bestiák, vagy a legendás állatok, azok nem, tehát az a sztori, most, hogyha még folytatják, akkor nem fogunk odáig elérni, mert ez még bőven az ilyen 50-es, 60-as évek lesz maximum csak. Ugye Jude Law-s Dumbledore meg hirtelen baromi nagyot öregszik a történet. Szerint az majd kíváncsi lennék, hogy azt hogy oldják meg. Nem tudom, hogy a jövőben tényleg, hogy mi történne a Potter gyerekeivel, pedig arról is van egy könyv már. Hát a színdarab, vagy könyv színdarab, is. A könyv is van. Könyv is van. Az a elátkozott gyermek, az. Ugye. De ott meg ugye kellene a Potterék, de hogy a Potter... És Daniel Radcliffe ugye nagyon már óckodik, és nem vállal el ilyesmit. Nem, nyilván lehet, hogy az a pénz, mint a Daniel Craig-nél is, ugye elvállalt az utolsó James Bondot. Én ezt a sorozatos ötletet ezt adom, viszont amit nagyon adnék, és ez egy tényleg egy 18-asba, a Voldemort. És a cím, hogy Voldemort. Ezt mondjuk adnám. Boom. 10 rész, én ezt megnézném. Na, de az akkor legyen rohadt véres, rohadt ijesztő, ne horror, de hogy az ijesztő legyen. És az szerintem sokkal érdekesebb lenne, mert tényleg róla nem tudjuk csak ilyen egy-két ilyen emlékezetből, hogy ő hogy is lett olyan, de hogy így ezt végigkövetni, azért az szerintem menő lenne. Nagyon, még egy pozitívumot hadd mondjak, nagyon aranyos volt ez a kis őzike, nekem tetszett. Az a kis harcsapofájú. Just chilling, igen. Egyébként a Harry Potter 20 éves anniversary, az egy nagyobb élmény volt számomra, de ott biztos, hogy azért, mert a nosztalgia, meg az egy igazából egy ilyen dokus mesélő sztori, de az ott például Hagridot játszó színész, az nagyon megsiratott. Most így eszembe jutott, ez jó volt. De beszéljünk az easter egg-ekről. Jó, hát a teli beszéljünk, mert tele van, az egész film egy hatalmas nagy easter egg, dobáljatok be mindent, mit láttatok? Nincs mit mondani. Cikkezt, Quidditch bolt, Gurkó.
Azt köszönöm szépen, hoppá. Igen, hoppá. Maga a Roxford kastély, meggalagony, feltűnik, volt kb. Kettő sor szövege, itt van izé a, mi a Zamnador öccse, Ebernhardt, vagy tököm tudja már, hogy lesz szegény. Hoppá! Valaki szólt föntől. Szóval igen, akkor volt ugye a tükör, amin kommunikált a kredenccel, ugye az is ott van a Harrynek a kis zsebébe, a mai napig nem értem, hogy Harrynek hogy nem vágta fel a lábát, hogy ott van folyamatosan a zsebében egy széttört tükördarab, de sok ilyen dolog van a Harry Potter, de nagyon szeretem a Harry Potter, de nagyon sok dolog van, ami van, majd egyszer bele fogok kötni. A zene is megszólal, ugye az igazi, mi az Harry Potter soundtrack. Valami még, ami... Egy csomó ilyen Dumbledore-os Roxforti trükk volt akkor, amikor a különböző féktáskákat kinyitották. Például volt ez a sokszorozódó süti, ugye az van a izében is, amikor a féksárlegek sokszorozódnak. Hát amikor a horcruxért mentek, nem a... Igen, az. Az a kincstárban, vagy takkám tudja milyen kis neve amúgy. Gringolc, köcsön. Meg benne van az a könyv is, amelyik ugye így harag. Igen, szörnyek, szörnyek. Ilyen tipik Dumbledore trükkök voltak. De az a könyv az Ámblok olyan könyv, nem? Az, vagy az, az a szörnyek-szörnyű könyv. Igen, az, amikor tudod csak a gerincénél kell simogatni. Igen. Igen. Tényleg, az a harmadikban van benne, ugye? Igen, azt hiszem. Igen. Amikor az Azkabani fogolva. Ágy alatt van. Igen. Egyébként hát... még a Bellatrixnek a családjáról is van egy picit szó, de az előzőben is benne volt, csak hogy legyen még valami. Én azt gondolom, hogy kezdjük el értékelni, hiszen szerintem nagyon sok mindent elmondtunk erről a filmről. Srácok, egy hetes kellán kérlek, értékeljétek a legendás állatok és megfigyelésük Dumbledore titkai című filmet. Adok neki mondjuk 3 Wingardium Leviosát, és 2 nyúlhátyú szem, csinni és bum, tiszta vízből legyen robot. És adok neki mondjuk egy másfél cikes elkapást, de a Mardekar nyeri a meccset. Hát, csalódtam. Ez is egy iszereink, megint a mordekárosok, köcsökök. Igen, a mordekárosok, tehát megmutatták az arc, olyan buli fejük volt. Igen, amúgy nagyon. Mondom, még kell bántani, lehet, hogy tök jó fejek van. Nincs egy jó fej ember a mordekárban. Mindig biztos egy ilyen, van. Az... Még kell ennyire gyűlöltetni ezt az osztályt. Igen, mert így indul, hogy csak ne a mordekárban, csak ne a mordekárban. Igen, de hogy így szeretem, igen. Hogyha vannak pólusok, és szerintem nem csak egy pólus. Szerintem amúgy a mordekárosok nem feltétlenül rossz. Nem tudom, hogy miért nem mutatták mondjuk az egyik Harry Potter-ben sem mutatták, legalább egy jó arc mordekáros, tehát legalább egy lett volna. Ne, foly, tök jó arc. Vicceltem. Okay. És imádtam, hogy ilyen csönd volt. Már folytok jó arc. Na jó, hát én értékeltem ezen a skálán, hát kb. Ezen a skálán is állok. Én nem tudom, én adok neki 2 Avada Kedavrét, meg egy krúcióát, sőt 12 krúcióát. Nem, ez durva. De 13. Nem tudom. Nem tudom értékelni. Mert így nem volt rossz, meg... ez volt a harmadik mozizásom az elmúlt időszakban, és ez volt a 3 rosszból egyik legjobb. Tehát a rosszak közül kellett választanom. Annyira nem kötetlen, nem feltétlenül nézni meg még egyszer. HBO Max kompatibilis film volt. Tessék. Igen. Szóval jól fog kinézni az HBO Max-on, amikor már elég Harry Potter és legendás bestiák film lesz, hogy legyen egy ilyen Harry Potteres ilyen kis menü, mint a DC-nek van, mert nincsen igen, Harry Potter. Ja. Akkor most már szerintem ezzel csak megcsinálják. Ezért adok neki egy pontot. Ezért adok neki egy pontot. Adok egy pontot a Dumbledore-nak, adok egy pontot a Grindelwald-nak, mondjuk ugye a színészeknek. Az már 3. Adok még egy pontot, ugye azért már volt egy kis Harry Potter kastély. Harry Potter. Legyen így, és akkor 4-est adok neki a 7-ből. Hát igen, nem volt a legjobb. Mondj, kicsit... jó fej vagy a 4-essel. Ja, szerintem. Amúgy, mert nem rossz film, csak nem annyira, csak nem jó, hanem inkább ilyen nagyon egysík volt, ahogy, te mondod. Én is ezt éreztem végig, hogy nem voltak érzelmi hullámaim, hanem csak nézem, igen. Történnek a dolgok. Nem volt katarzis a végén. Nem volt nagy csata, meg nem volt semmi. Igen, és ezt várnám sokszor is, hogy ha már ilyen nagy varázslók vannak, és ide visszamegyünk, akkor várok valami nagy varázslós bimbumot, de nem volt bimbum. Azokat a nagy bimbumokat nagyon gyorsan intézték, nagyon könnyen, és amikor a Grindelwald meg a Dumbledore így összecsatáztak, és ott egy nagyon lassan 20 percet leesett az a cucc, akkor én úgy éreztem, hogy azt akarták egy nagyon nagy monumentális, de nem sikerült. Nem. Szerintem egy picit sporoltak a CGI-on. A végén, ahogy mutatták azt a szentét, vagy mit, ahogy fölmentek, az annyira mű volt, hogy bántotta a szememet.
nem hagyhatom ki, hogy mégiscsak rólam van szó, és mégiscsak legyek hű magamhoz. Azért a filmben van egy olyan dolog, amivel tudunk azonosulni, a választások. És annak elcsalása Grindelwald által. Konkrétan Grindelwald elcsalta a választást, csak itt valaki jött, és ezt így meghiúsította. De most menjünk is tovább, egy kicsit ezzel tudunk érezni. De zárjuk is le. Dezinformáció és fake news, ez erre így van. Grindelwald nem érdemelte meg azt a szavazást. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Ez volt a legendás bestiák és megfigyelésük a Dumbledore-nak. Legendás Dumbledore megfigyelés. Harmadik Potter, és hát remélem nektek azért tetszett egy picit jobban, mint nekünk, de hogyha nem tetszett annyira, vagy kevésbé, azt is írjátok meg, beszélgessünk, meséljük el a kedvenc Harry Potter filmjeinket, a legjobb jeleneteket és easter-eket is dobáljunk be, lájkoljuk a videót, iratkozzunk fel a csatornára, és csináljunk fan-made Harry Potter és hétköznapi rajzokat a Tumblr-en, úgyhogy... Meg a Redditen. Meg a Redditen, így van. Úgyhogy velünk volt JD, velünk volt Balázs, és jó magam Marci. Boldog húsvétot! Igen. Jó sonkazobálást! Sok nyuszit! Igen. Ez volt a legendás Dumbledore megfigyelésének a titkai. Pontosan. Ugh.